Sziasztok! Eljött a pillanat, hogy megmutassam, hogy hogyan működik az aukcionátor addon, és hogy hogyan kell használni. Ezt elsősorban azoknak ajánlom, akik szintén nagy tételben bizniszelnek az AH-ban, mint például én. Jó, mondjuk így a kiegészítő végén annyira nem pörög az AH, de még így is egyszerűbb így AH-zni, mint az addon nélkül. Tehát, hogyha neked is fut általában 500, vagy akár 1000, vagy akár annál több aukciót, és egyszerűbbé szeretnéd tenni az alházásodat, akkor ezt az addont neked találták ki. Szóval, ha feltetted az addont, akkor odamész az alhás NPC-hez, megnyitod a normális módon, és láthatjuk, hogy 3 új fület kaptunk a meglévő eredeti fülekhez. Egy vásárlási, egy eladási és egy teljesen felesleges, szerintem semmire való fület láthatunk. Hát nyilvánvalóan a buy-t és a sell-t fogjuk használni. Most először is a jobb felső sarokban látunk egy ilyen full scan-t, amire ha rányomunk, le tudjuk szkennelni vele az AH-nak a teljes jelenlegi adatbázisát. Ez azt jelenti, hogy adatbázisba foglalja, úgymond megjegyzi, hogy milyen itemek, milyen áron, hány darab, stb. Van benne az AH-ba. Ez arra jó, hogyha nem vagy AH közelben, mondjuk éppen farmolsz valahol a Warcraft világában, távol bármilyen AH-tól. Ha kiesik egy cucc, és ráviszed az egeret, de hogy én most ráviszem itt a virágra, akkor alul kiírja a vendoros ár alatt, hogy az AH-ban ennek az itemnek a darabja jelenleg mennyiért vásárolható meg. Ez szerintem eléggé hasznos, mert sokszor van olyan, hogy például Instába vagy, kiesik egy recept, egy akármilyen szakmás recept, nem ismered, mert neked nincs olyan szakmád, stb. És nem tudod eldönteni, hogy most erre érdemes nídelni, vagy passzolni, vagy akármi. És bizony sokszor van olyan, hogy olyan ritka recept esik ki, amin odaírja az árat, hogy nem tudom, ez több ezer goldot megér, stb. Úgyhogy ez rendkívül hasznos. Ezt a full scannelést, ezt körülbelül 2 hetente szoktam benyomni, többször nem érdemes. Na most kezdjük az eladási füllel. Úgy van beállítva az aukcionátor alapból, szerintem egyébként az alapbeállításokat nem érdemes piszkálni, mert az tökéletesen megfelel. Egyébként az options fülben az undercutting alatt lehet beállítani, hogy a legolcsóbb ár alá mennyivel nyomja le azt az itemet. Például beteszek egy stack virágot, akkor ugye automatikusan kiírja, hogy 2 darab stack, 20-as stack virág van bent AH-ban, ugyanebből a virágból, 1 gold 69 ezüstös darab áron. Ez 33 goldot, majdnem 34 goldot jelent egy stackre, és automatikusan nekem baloldalt 1 ezüsttel alávágta az árat. Rányomtam, hogy create auction, és ott is van egy stack, egy 20-as stack, mellé írja, hogy ez az enyém, 1,68 darab áron, 33 gold, 60 ezüst. Tulajdonképpen az aukcionátor eladási része az ennyi. Most a vásárlás az már egy kicsit összetettebb. Hát itt bal oldalon vannak ilyen itemek kiírva. Ezek azok az itemek, amikre az utóbbi napokban rákerestem. Ezt mindig meg fogja jegyezni, hogyha beírsz egy új itemet, amit keresel. Hogyha esetleg másnap újra keresnéd, akkor nem feltétlenül kell beírni, hanem itt a baloldali előzményekből ki tudod választani. Például rányomsz, hogy Walklot. Felül ki is írta, és azonnal rákeresett az összes aukcióra. Na most alapból ilyenkor a legolcsóbbat teszi legfelőre, és a legdrágábbat legalulra. Bal oldalon mindig a darabárat mutatja,
mellette, hogy ezen az áron milyen stekkelésben lehet megvenni az itemet, jobb oldalon pedig, hogy magáért a stekkért mennyit kell fizetni. Ezt azért magyarázom ennyire, mert nekem eleinte, amikor én ezt fölraktam, olyan 2-3 napig elég furcsa volt, de végülis az embernek a szeme könnyen rá tud állni erre. De most én mindig a darabárat szoktam nézni, és ahhoz tudom viszonyítani, hogy most ez nekem megéri, vagy nem éri meg. Ha olyan itemet keresünk, aminek a neve több más itemben is benne lehet, például a runklot, nézzük. Akkor kidobja magát a runklotot, kidobja a runklot bandage-et, a heavy runklot bandage-et, meg a bolt of runklotot is. Itt bármelyikre rákattinthatunk, amit éppen keresünk, és hogyha vissza akarunk menni, csak a back-re rányomunk, és az alapmenübe visszadob. Sokszor van ugye, hogy nem tudom, hogy milyen gemek vannak, mert van 80 ezer féle gem, és nem tudom, hogy most éppen melyik lenne a legjobb, amit berakjak. Például, hogyha egy új kasztal játszok, akkor csak annyi, hogy felülre beírsz egy ilyet, hogy gem például, és mondjuk pirosat keresel, gem per red, és rányomsz a search-re. Akkor beszkenneli neked az összes piros gemet. Felül be lehet állítani, hogy ugye szintén legolcsóbb, legdrágább. És ha ráviszed az egeret, akkor ugye kiírja, hogy milyen gemek ezek, és így sokkal könnyebben tudsz böngészni a gemek közül, meg hogy milyen áron vannak fenn, mintha az alapkeresőbe rámész, hogy gem meg red, és akkor egy csomó egyformát egymás alá berak, ennél már egyszerűbb ez, és átláthatóbb is gyorsan kilistázza neked ezeket. Ezt ugyanúgy meg tudod keresni például, hogyha beget keresel, itt vannak a főmenük és azoknak az itemei, akkor beírod, hogy container, bag. Itt is kidobja, hogy milyen bagek közül tudsz válogatni. Ha vannak olyan itemjeid, amiket rendszeresen keresel, akkor tudsz bevásárló listát csinálni. A New Shopping listre, hogyha rákattintasz, adsz egy nevet neki. Akkor kapsz egy ilyen üres bevásárló listát, amiben bele tudsz írni bármilyen olyan itemet, amit mondjuk minden napi rendszerességgel rákeresel. Például itt a Sungrass, beírtam és csak rányomok, hogy add item, és ott is van. Ez bármilyen mennyiségű itemmel meg tudod tenni. És alapból, amikor megnyitod az aukcionátort, az előzményeket fogja mutatni. Csak át kell kattintanod a saját kis listádra, és már is rá lehet keresni ezekre az itemekre. Ez azért nagyban megkönnyíti a dolgot, mert még az előzmények között se kell kukázni, hogy neked mire is lenne szükséged. Na, ennyi lett volna az aukcionátor addon, nem egy bonyolult, de annál hasznosabb kis addon, úgyhogy mindenkit búzzatok a használatára. Remélem tetszett a videó, sziasztok!